Kolozsváron született a román tornász válogatottal, Nadia Comăneci-ék edzőjeként ért fel először a csúcsra, aztán 1981-től az Egyesült Államokba költözve feleségével trénerként ismét sikereket halmozott sikerekre. A 9 olimpiai aranyat szerző mester Károlyi Béla a vendégünk, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíját kapta, és hát vele van az elnökségi tag, egykori tornász kolléganőm, Csisztó Zsuzsa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Mester, ugye évente egyszer karácsonykor változatlanul ellátogat Erdélybe, igaz? Minden karácsonykor. Új év, főleg új év. Karácsony estét persze az otthon töltjük a gyerekek és az unokák körébe, de aztán utána rögtön indulunk, másnap már 25-én indulunk Erdély felé, és az rendszerint Székely udvarhelyen helyen a feleségemnek a városába töltjük el az új évet. És utána mindig jönnek a vadászatok? Előtte és utána is. Annak meg kell lennie. Na most annak idején, amikor elhagyta a kommunista Romániát, ahhoz képest ma milyen megbecsülésnek örvend otthon a demokratikus Romániában? Nincs szoros kapcsolatom a szövetséggel, a torna szövetséggel. Ők is átmentek ezen változásokon, amiben én nem akarok beleavatkozni. De máskülönben mindig jókedvel indulok Erdély felé, ahol barátaim vannak, ahol jól érzem magam, és jól telik az idő. De a tornával nem nagyon foglalkozom. Nem, te az ottani tornát nem. Na de ellentétben mi a helyzet a magyar tornával? Mennyire figyeli? Most itt van egy élénk kapcsolat és apropó, de egyáltalán a magyar tornát. Magyar torna mindig erős volt, és erős is lehet. Hogy mit kéne csinálni, én nem tudom, mert annyira nem vagyok benne a dologban. De annyit tudok, hogy 10 évvel ezelőtt egy fiatal gárdát az egyetemről meghívtam a rencsre, a rencsemre Texasban, hogy töltsünk el egy nyarat, dolgozó nyarat. Ott láttam a lelkesedést, azt a küzdőképességet a fiatal fiúk csináltak, dolgozták, az szenzációs volt. És akkor elhatároztam, hogy talán csináljunk egy hosszú lejáratú együttműködést. És aztán együtt is működtünk azóta is, a nyári táborokat, majdnem teljesen magyar csapat készíti elő. Kemény munka, odaadó munka, és nagyon eredményes munkával. Tehát nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült nekem. És azt gondolom, hogy ha nekem Texasban ők ilyen nyári táborokat tudtak építeni, hát miért nem építenek itthon, Magyarországon? Ahogy egész évben így legyen. Ez csak egy kérdés, amire persze a választ én nem tudok adni. Világos, ez költői kérdés. Egyelőre ezek szerint akkor a gimszarvasok mellett Texason a rancson nyár, egy kis Magyarország is felépő nyaranta. Zsuzsi, itt van ez az életműdi, és azt gondolom, hogy fontos, az, hogy miért a mester kapja, az nem nagyon lehet kérdés. Miért éppen most és ilyen körülmények között tudjátok neki átadni? Tulajdonképpen ez egy új díj, ez egy új alapítású díj. Ugye a Magyar Sportújságíró Szövetség 2015 nyarán megújult új elnök előtt Szőlősi György személyében. Nyugodtan mondhatom, hogy rendkívül aktívan fogott bele abba, hogy egy kicsit ezt a szövetséget és a működését felrázzuk. És ez szerintem egy hiánypótló dolog, ez az ő kezdeményezés, az ő ötlete volt egy ilyen jellegű életműdíj létrehozása. Az, hogy miért Károly Bélára esett a választás, ugye azt hiszem, hogy az ő élete alapján nem is kérdés. De volt elnökségi tag, aki lobbizott mellette, igaz? Én erősen, de valahol őszintén az első között voltam természetesen. És az is nagyon fontos volt számunkra, és azért ezt mindenképpen egy fél mondattal azért szerintem említeni kell, hogy nagyon lényegesnek éreztük azt, hogy olyan személyiségek, akik egyébként a sportvilágában maradandót alkottak, akinek az életpályája tulajdonképpen tényleg a csillagokkal vetekszik, a csillagok magasságával, pusztán azért, mert mondjuk történelmi okok miatt nem úgy alakult az élete, hogy mondjuk ezt Magyarország javára tudta volna folytani, ezért ő ne essen ki ennek a lehetőségéből, hogy elismerhessük az ő tudását. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy Károly Béla magyar ember, aki magyar szívű,
mondhatom ezt talán, de ezt majd... Magyarországon születtem. És hát Magyarországon született, és mindig is magyarnak vallotta magát. Tehát ennek az értékét mi szerettük volna végre a helyén kezelni, és hát legfőképpen azt az életművet elismerni méltó módon, amit ő hát nem csak úgy letett, hanem még tulajdonképpen mind a mai napig visz az Egyesült Államokban, mert hát elképesztő, hogy mondjam, számok tartoznak ugye itt az ő és felesége természetesen Márta asszony tevékenysége mögött, mint statisztika. De hát a statisztika az ugye mindig csak számok tömege, a teljesítmény az az, ami elképesztő. Hát igen, meg lehet mérni mondjuk az aranynak a súlyát is összegészében, nem csak az agancsokat. Mester, ott kérdezem meg, hogy pont ez, hogy mind a mai napig, hát ugye már jó néhány éve kedves felesége irányítja magát a munkát, de azért amolyan szupervájzorként a háttérben mindig is ott van és ott is lesz. Hát mindig egy jó csapat volt a feleségem, és én mindig egy csapatot képeztünk. Hol az egyik, hol a másik lépett jobbra, balra, hol több szükség volt a kezelésre. Hát most úgy csináljuk, hogy ő a koordinátor. Tehát ez a koordinátor nem tudom, mint egy csapatkapitány, vagy egy szövetségi kapitány, valami ilyesmiféle pozíció. Tehát ő vezeti tulajdonképpen a szálakat, ő húzza össze a szálakat, a nagy versenyek előtt, ő készíti fel a csapatot, ő irányítja a csapatnak a taktikailag és technikailag is a csapatot. Úgyhogy ezt átvette 2000-ben tőlem, és azóta nagyon jól megy. Hogy miért vette át? Hát persze az egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, mert akkoriban még mindig voltak kérdélek, hogy hát az mi lesz azzal a létesítménnyel, amit én vetettem, mint igazi vágyam, életem vágya volt. Hát az edzőközpont, az a bázis. Még mindig voltak kérdőjelek. Gondoltam azért, hogy én kilépek a kérdőjelek mögül, és egy új valakit csinálja tovább, aki tehát inkább diplomata, aki lágyabban tudja kezelni a sok keményfejű embert. És akkor ez nagyon jól sikerült ez a mozgás, azóta pedig minden megy, mind a rakéta jobban és jobban és jobban. Az utolsó 15 évben majdnem verhetetlenek voltunk. Igen. Na most ugye az a kérdés, mert ugye a megbecsülés, a módszerek az Egyesült Államokban, ugye az atlantai olimpiát követő hullámvölgy, ami után végül is visszafordultak önökhöz, az segített az amerikai sportszemléletben elfogadni azt a, hát az ön, hát egy könyörtelennek mondott vasszigorát, mint felkészítési módszert? Nehéz volt ezt beiktatni, mert itt volt az elmélet, hogy hát a kommunista Károlyék jönnek majd, aztán a kommunista szisztémet beteszik nekünk, hát ilyet nem akarunk, ilyen nem elképzelhetetlen, hogy egy amerikai család elküldje a gyerekét 5-6 évre, és felügyelés nélkül, és apa és anyai gondozás nélkül. Ezt vajon déván kibírták volna ezek az amerikai fiatalok, az nagy kérdés, nem? Hát azt kibírták volna, mindenki kibírta volna, mert nem volt éppen annyira kemény, de konszekvens. Amit azonban ügyesen megcsináltam, hogy nem adtam neki a nevét annak, hogy összesített training center, tehát központ, hanem azt mondtam, hogy semi-centralized, tehát néha napján összejövő. Igen, félig meddig. Igen. És így kezek fel voltak emelve, majd nem volt többet, nem volt több kérdés, és főleg a szülőket szerettem volna biztosítani, hogy nem beszélünk itt egy hosszú lejáratú dologról, hogy a gyereket elveszük a szülői gondozás elől, hogy a barátok, az iskola minden hiányában, nem. Behívjuk néha a napján, megkapják az erősítést, megkapják az irányítást, megkapják az edzőkkel, a saját edzőikkel a közös munkát, és aztán akkor mindenki megy a saját dolgára, és véli a rendes, normális életét. Tehát, hogy egy jó keveredést, egy jó mixtúrát tudott létrehozni akkor a hozott módszerekkel, meg az ottani mentalitással. Azt még, Zsuzsi, hogy kérdezzem meg, hogy ugye átadjátok a kitüntetést. Mi az, amit egyébként a mestertől vártok? Tehát mit gondoltok, hogy manapság milyen példát tud mondjuk a magyar tornasportnak adni? Távolról, nincsen benne. Én azt gondolom, hogy Károly Béla tulajdonképpen túlnőtte a tornasport keretét. Tehát Károly Béla és az ő eredményessége minden szempontból, mint sportszakember, mint edzőnagyság, mint személyiség, bárkinek utat mutathat, hogy hogyan lehet a sportvilágából kiemelkedni. Sőt, nem csak a sportvilágából, Károly Béla, azt gondolom, hogy már megjárta maga útját egyéb vonatkozásban is. Akinek a szlogenjei politikusok
szájába kerülnek, mint a You Can Do It, mert ugye volt ilyen, az nyilván nagyon tud valamit a világról. Ugye ma este lesz az év sportolója, a diátadó gála a Nemzeti Színházban. Ez is egy új kezdeményezés a Sportújságíró Szövetségtől. Nagyon szerettük volna valóban méltó helyszínre, méltó környezetbe helyezni. Vinyeszky Attila főigazgató nagyon nagy örömmel fogadta tulajdonképpen ezt a kezdeményezést, és ugye főrendezőjeként lesz ennek a mai estének. És hát az sem titok nyilván, hogy Károly Béla díja tulajdonképpen ott lesz igazából nyilvános, tudható, de ugye az átadásra ott fog sor kerülni. Én azt gondolom, hogy az a fajta elkötelezettség, amit én, hát most már ki sem merem mondani, hány éve ismerjük egymást, ismerek vele, velük kapcsolatban, Márta asszonyt is ideértve, az példaértékű, az egy életfelfogás, az a dolgokban való maximális hit, az olyan odaadás, ami nélkül szerintem sikereket semmilyen területen, a sportban meg pláne nem lehet elérni. Tehát ha azt kérdezed, hogy ez lehet-e bárkinek példa, maximálisan. Hát igen, csak hogy tudja követni. Na most van-e olyan, tudunk-e olyat mondani, hogy hát ne egyet, mondjuk hármat, hogy a kedvenc versenyzői, hogy egy olyan szemlélettel, amivel hozzáállt ez a sportághoz, az a konzekvencia, ezt a szót használta, abba melyik versenyzők voltak a legjobb alanyok, akik alávetették magukat? Nádja küzdőképessége egyedülálló volt akkoriban, de a Mary Lou, az a kicsi, olaszvérű, peskövérű, amerikai típusú kislány, talán ő robbantotta azt a nagy változást a Tongában, mert 84-es olimpián, mikor kijött és mosolyogva nyeri az olimpiai bajnokságot egyéni összetettet, tehát az forradalmat képezett Amerikában. Gyerekek tömegével csak mentek a Tonga termek közé. Hát például egy olyan 1000 körüli résztvevőből 15-20 ezer lett napokon belül, valami óriási lelkesedése fogadták a Mary Lou-t, és meg is érdemelte, nem mondom, úgy testileg, mint lelkileg, ez teljesen odaadó képessége, a gyönyörű lelki beállítottság, aminek mindenek örvendett. Nem egy savanyú valaki. Ez szokatlan volt a tornába addig, hogy valaki így mosolyogja. Sokat szenvedni, de közben mosolyogni, és mindezt jó derűvel csinálni. Mit tanácsolna ma egy kezdő magyar tornásznak, ha az a fejébe vette, hogy szeretne olimpiai bajnok lenni? Hát meg kell alapítani először is a bázis körülötte, úgy mondják, egy support csapatot kell csinálni, hogy ahogy az edző, mind a többi alkalmazottak hozzájáruljanak, hogy a dolog szépen, csendesen, nyugodtan menjen, de milyen legnagyobb gyorsasággal előre. Tehát ez lenne az első dolog. A második dolog pedig lenne, versenyeztetni kell a gyerekeket, versenyeztetni, adni nekik lehetőséget, hogy versenyezzenek, kibenjenek, akkor látják, jobb is lehetnénk, nézd meg, az a másik van, azt csinálja. Hát az ambíció, tehát az a küzdő képesség, ami benn van valahol a lelkükben, azt ki kell bontani, valahogy alkalmat kell adni neki, hogy megmutassa, hogy tényleg, én szeretem a sportot, én győzni akarok, én bajnok akarok lenni, ez nagyon-nagyon fontos. És mit tanácsolna egy fiatal magyar tornászedzőnek, aki azt vette a fejébe, hogy olimpiai bajnokokat szeretne nevelni? Na, hogy kezdjen el dolgozni, nem csak álmodozzon, hanem dolgozzon. Tegye oda a kezét és csinálja a lelkesedéssel és odaadással. A munka a legfontosabb, végül is azt kell mondani, igaz? És azt mondja meg végül, hogy ez a sportág, amit ön annak idején megtanult, és mind a mai napig követ, és ugyan már távolabbról, de mégiscsak benne van. Szóval igazán miben és mekkorát változott? Torna változik, és hál' Istennek változik. Előnyére változik? Előnyére változik. Mindig a torna világ mindig itt talált valami újat. Ami csak felhívta a figyelmét, hát miért az ördög is el nem hinné, hogy egy sport 1976 óta, Montreal olimpia óta a legnépszerűbb televíziós sport az NBC kanálison, meg az ABC kanálison, hát mennyi év alatt? 34, még mindig a legnézetes sport a torna. Tehát nem az atlétika, nem a futball, nem a rugby, hanem a torna. Hát ez egy gyönyörű dolog, ez egy olyan valami, ami mutatja, hogy tényleg a torna mindig újat hoz, mindig felkelti az érdeklődését a nézőknek, tehát egy olyan sport, amelyik él, egy élő sport. Változik, igen, változik minden szempontból. Hát most például
átment a nagy nehézségű gyakorlatoknak, a mozgásoknak a sportjában. Óriási nehézségeket képesek most ezek a fiatal leányok mutatni. Nem csak mi nehézségi szempontból, de általában mi manapság tényleg úgy vagyunk, mint a legkeményebb sportok. Tehát a fizikai és az a technikai képes munka annyira összefordik, hogy hihetetlen az eredmény, amit ezzel ki lehet a manapság dolgozni. No, hát a végére értünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és egy gratulálok a díjhoz előre is, és egy szép estét kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.